Petőfi Sándor, az erdélyi hadsereg. Mi ne győznénk, hisz bem a vezérünk. A szabadság régi bajnoka, bosszúálló fénnyel jár előttünk Osztralenka véres csillaga. Ott megy ő, az ősz vezér szakálla, mint egy fehér zászló lengedez. A kivívott diadal utáni békességnek a jelképe ez. Ott megy ő, a vén vezér, utána a hazának ifjúsága mi. Így kísérik a vén zivatart a tengerek szilaj hullámai. Két nemzet van egyesülve bennünk, s mi két nemzet, a lengyel s magyar. Van-e sors, amely hatalmasabb, mint a két nemzet, ha egy célt akar? Egy a célunk, a közös bilincset összetörni, melyet hordozánk, s összetörjük esküszünk piros mély sebeidre megcsúfolt hazánk. Küld elénk, te koronás haramja, légióként bérszolgáidat, hogy számodra innen a pokolba holttestükből építsünk hidat. Mi ne győznénk, hisz bem a vezérünk, a szabadság régi bajnoka, bosszúálló fénnyel jár előttünk Osztralenka véres csillaga. Külső szemmel nézve különös teremtmény az ember. Sok mindenben megfogható ez, például abban, hogy fontos számára a múlt, és vele együtt fontos az emlékezés is. Az emlékezésnek sok formáját ismeri és gyakorolja. Vannak emlékek, amelyeket szóban apáról fiúra, anyáról lányra hagyományoz. Vannak olyanok, amelyeket leírva adnak tovább az utókornak. És vannak olyan helyei az emlékezetnek, amelyet kézzelfogható formában is igyekszik megjelölni. Ilyen ez a hely is, a Körös partján, a Vésztőre vezető híd hétfőjénél felállított emlékmű, amely Petőfi utolsó útjára emlékeztet. Miért teszi ezt az ember? Miért vagyunk ma mi is itt? Talán azért, amit Jenny Appenbeck gondolata is megfogalmaz, hogy az ember emlékezet nélkül nem több, mint egy húsdarab egy bolygón. Az emlékezésre szinte kényszert érzünk, mert saját végességünk tudatában érezzük, hogy az idő, melyet az emberi gondolkodás múltra, jelenre és jövőre oszt fel, hogy megkönnyítse a végtelen időben az eligazodást, voltaképpen egy. Ablakok a múltra ezek a helyek, amelyeken keresztül bepillanthatunk a múltba, és a bepillantás aktusa összeköt minket itt a jelenben azokkal, akik a múltban éltek. Persze, hogy mit látunk a múlt ablakán keresztül, azt a jelen újra és újra átformálja. Engedjék meg hát nekem, hogy elmondjam azt, hogy én mit látok, ha bepillantok azon a bizonyos ablakon. Hadd idézek meg egy klasszikust, idézőjelbe természetesen. Petőfi élt, él és élni fog. Hogy miért? Mert Adihoz hasonlóan élete millió gyökerű. Bennünk élő jelenünk része nem csak az őt ábrázoló alkotások, a ráemlékeztető szobrok miatt, hanem az iskolákban jól ismert verseiben megjelenő gondolatai nyomán is. Verseit mormoljuk magunkba, halljuk nagyobb eseményeken és emlékezünk. Emlékezünk, s látjuk magát a szabadságért feláldozó emberként, hogy ezt az egy gondolat bánt engem szívű versében meg is énekelte. Látjuk a saját személyes boldogságát is feláldozni kész fiatalt, ahogy a Szabadság szerelem című epigrammájában olvassuk. Ezek a versek a hazaszeretet végső határáig és tovább visznek gondolatban. Hozhatnék még számos verset példának, de még fontosabb az, hogy azért olyan erősek ezek a Petőfi által megfogalmazott üzenetek, mert személyes sorsával hitelt adott szavainak. Engedjék meg, hogy zárásként még egy gondolatot megosszak önökkel, amelyet Petőfi élete alapján úgy érzem, a jelennek is érdemes megfontolnia. Petőfi a 20-as évei derekán járt, amikor egy Magyarország története kapcsán sorsfordulónak számító esemény nem csak résztvevője, hanem egyenesen vezetője lett. Az ő példája legyen ma is egyszerre reménykeltő, de intőjel is. A fiatalokat komolyan kell venni. Ezt elsősorban nem mint fiatal mondom, hanem mint olyan ember, aki nap mint nap találkozik a fiatalokkal. Látja bennük a jövő iránti nyitottságot, a jövőbe vetett hitet, de egyszerre az attól való félelmeket is. Szokás mondani, a fiataloké a jövő. Azt viszont nem tesszük hozzá, hogy a fiatalok jövője lesz a mi jövőnk is. A jelenben mindjárt azzal a felelősségtudattal kell együtt élnünk, hogy jelenbeli döntéseink nem csak a jövő nemzedék sorsát,
de a mi sorsunkat is alakítják. Nem beszélve arról, hogy meghatározzák majd azt is, kik és hogyan emlékeznek majd ránk. Köszönöm szépen!